Sam! Sam! Tűz ütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában? Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vészkijárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó, oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják, főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja, ki is a valódi tettes. Á, tényleg. Ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az. Norman Price. Sajnálom, baleset volt. Csak olyan embert kerestem, aki legalább annyira szereti a papírrepülőket, mint én. Értem. Nem ártana egy-két szót váltani a legénnyel, Sam? Mondja el neki, mi ilyenkor a helyes viselkedés. Remek ötlet, uram. Ó, szegény Norman. Valószínűleg csak baleset volt. Remélem, a parancsnok nem lesz túl szigorú vele. Te csak ne aggódj emiatt. Steel tűzoltó parancsnok és Norman biztosan jól megértik majd egymást. A papírrepülőkkel kapcsolatos első szabály, hogy gondosan nézd meg, hova dobod. És most ezt a rukfencet figyeld! Klassz! Ezt a manővert támadó orsónak hívják. No hát! Ezt hogy csináld? Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor. Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol tűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Norman! Használd a féket! Milyen féket? Segítség! Segítség! Megyek és hívom tűzoltó szemet! A csutába! Ajajaj! A héten ez már a harmadik alkalom, és még csak szerda van! Nincs vesztegetni való idő! Segítünk! Nyugodj meg, Norman! Segítünk! Próbálj meg belekapaszkodni a kötélbe! Tudod, Norman, ezúttal még saját magadon is túltettél. Miután autóbalesetet okoztál,
Saját magad is veszélybe sodortad. És mindez valószínűleg nem történik meg, ha megvártad volna, míg Mike visszaér, hogy segítsen megépíteni azt a gokártot. Sajnálom, Sam. Sajnálom mindenki. Ígérem, nem. Figyeljetek jól mindketten. Nyissátok ki a fületeket és a szemeteket. Ó, dinoszaurusz lábnyomok! Na, mit mondtam? Akkor sem lehetnek dinoszaurusz lábnyomok. Hidd el, hogy azok. Mondtam, hogy láttam egy dinoszauruszt. Gyertek, kövessetek! Megyek és elkapom. Én nem félek! Norman! Norman! Hová tűnhetett? Ó, ez a dinoszaurusz hangja! Ez nem dinoszaurusz, ez csak Norman! Norman! Hol vagy? Norman! James! Emelkedik a víz! Vissza kell indulnunk! James! Jaj, ne! Szóval tényleg te voltál? Nem, a dinoszaurusz üvöltött. Arra felé szaladt. Láttam. Nézd meg a két szemeddel, ha nekem nem hiszel. Meg is nézem. Veled tartok. James! Norman! Kemény munka felbászni a lépcsőn ilyen fájós lábbal. Remélem, nem késtem le az ebédet. Hát, azt kell mondjam, uram, hogy inkább korán jött. Az ebéd az, ami késik. Akkor jó. Hívjon, ha kész van. James! Norman! Gyertek ki! Vissza kell indulnunk, különben a dagály körbevesz minket. Segítséget kell hívnom. Talán a szikla tetején meglát valaki. Tudtam, hogy nincs is dinoszaurusz. Pedig van, csak ügyesen tudnak elbújni. Ennyi az egész. James! Mi az? Árad a víz! Csapdába estünk! Ne! Igen, néhány órája láttam őket. Szerintem a partra indulhattak. Nos, nem jöttek vissza. És épp most van dagály. Megyek és hívom tűzoltó szemet. Ó, oh, James, Sarah és Norman eltűntek. A du-du-du, vízes padló, rá ne lép, vigyázz, csúszik, mint a jég. Egy vízes padló... Ó, oh, Penny, állj meg, nedves a padló! Bocsi! Te meg jól beszorítottad magad a sarokba, nem bánod? Oh, jól vagyok itt, Penny! Nem esett bajod, Elvis? Azt hiszem, nem. Semmi nem tört el szerencsére. Kivéve szegény felmosófámat. Norman! Norman Price, van egy feladatod. Ó, szia Norman, hová rohansz ennyire ma reggel? Hát itt vagy, kösz Bronwyn, majdnem megszökött. Én indulok. Emlékeztetőül, itt egy lista a rendszeres tennivalókról. Biztos, hogy meglesztek ti ketten? Ne aggódj, anya! Majd én vigyázok apára! Ha-ha-ha! Nagyon vicces! Hogy? Helen! Ez nem lehet igaz! Szia, anya! Csak ügyesen a tanfolyamon! Rengeteg tennivaló van ebben a házban. Nem csinálhatok mindent egyedül. Összeszedhetnéd a piszkos ruháidat, és berakhatnád a szennyes kosárba. De
Azt sem tudom, hogy néz ki egy szennyes tartókosár. A fürdőszobában van, a mosdó alatt. Még sosem figyeltem. Látod, Norman Price? Ez a szennyes kosár. Ó, de mégis hogy nyílik? Hát így. Ó, de hogy kell belerakni a ruhákat? Ó, szerintem ez neked is menni fog. Most pedig vidd le szépen a szennyes kosarat a pincébe, és tegyél be egy mosás. De... anya! Ne már! Rendet raktam a szobában, beágyaztam és elmosogattam. Vagyis én kész vagyok mára. Akkor nincs kedved egy kicsit vasalni, kicsim? Köszi, nincs. Normannel megbeszéltük, hogy megyünk gördeszkázni. Körmös pálcás rádió, és most zenélünk egyet. Maradjanak velünk. Minden rendben odalent, Norman? Rengeteg szennyes gyűlt össze, szerintem két mosást tegyél be majd. Én egyben mosom. Valami elkapta! Esküszöm, hogy ráakadt valami. Ilyen nagy volt! Igen, tudjuk, de aztán elúszott. Újabb makréla, szép fogás volt. Nem olyan nagy, mint amit én fogtam. Ugyan már, ez sokkal nagyobb. Adjátok csak ide azokat a halakat, majd én megmérem. Mindkét hal pontosan ugyanakkora. Ez egy óriás hal! Óriás halat fogtam! Ez volt az eddigi legnagyobb. Haza is viszem anyának vacsorára, az biztos. Hisz ez már elő is van készítve. Egyenesen anyukád fagyasztószekrényéből. De csaló! De ezt csak viccnek szántam. Húzzátok fel a horgokat, gyerekek! Kezd visszahúzódni a dagály, ideje visszaindulnunk. Szerintem én vagyok a győztes, mert több halat fogtam, mint Sarah. Ez nem igazság! A nyertes, aki a legnagyobb halat fogja, és nem aki a legtöbbet! Cápát látok a vízben! Egy óriási, gigantikus halat! Tényleg! Ott van! Nézzétek! Ez hatalmas! Ez nem is cápa. Ez egy kis bálna. Bálnaborjú a hivatalos neve. Állj! Én láttam meg előbb! Az enyém! Hadd fogjam ki én! Nem, senki nem fogja ki a bálnákat, Norman. Attól tartok, más problémával kell szembenéznünk. Itt sekély a víz, a dagály pedig kezd elvonulni. Ha elakad a parton, nem fog tudni visszaúszni a vízbe, és az egyenlő a katasztrófával. Muszáj megmentenünk! Tom Thomas mindent tud az állatokról, apa. Biztos szívesen idejön, ha kihívod. Semmi baj. Pár perc és ott vagyok, Charlie. Figyeljetek, gyerekek, nincs több versengés. Tom szerint a bálnaborjú elvesztette anyukáját, ezért míg mi segítünk neki visszatalálni a nyílt vízre, Tom a helikopterből keresi az anyát. Remélem, hogy megtaláljuk. Oda néz! Azok nem is szirtisasok. Szerintem az összeset elijesztetted mostanra. Ez nem igaz! Tudom, mit csinálok! Ez az a szakasz, ahol az ösvényt lezárták. Gyere, forduljunk meg! Ostobaság, Mandy! Nézd csak meg az utat! Nem látod, hogy járható? Mi a baj a radarnak? Lehet, hogy veszélyt érez. Ne butáskodj már! Ő csak egy kutya. Mentő kutya. Gyerünk, radar! Kapd el! Látod? Szerinte sem szabad átlépnünk a tábla vonalát. A kutyák nem is tudnak olvasni, Mandy. Tudom, mit csinálok. Látni lehet, ha az út már nem biztonságos. Na gyere, Mandy! Errefelé a legkönnyebb sast találni. Távoli helyeken szeretnek fészket rakni. Nézd csak!
Norman! Szabad vagy, haver! Ugyan már, hagyd abba a bohóckodást. Repülj vissza a vadonba, ahová tartozol. Siess! Túl jól sikerült a gyógyítás, Tom. Hess! A kenguru ugrálóját már megint? A madár megkedvelt téged, Tom. A hegyi mentés nem csak az emberek kiváltsága. Segítség, segítség, segítség! Nincs értelme, Mandy. Senki nem hallja meg a kiáltásodat. Talán Charlie. Ő túl messze hajózik. Teljesen kizárt, hogy meghallja. Segítség! Segítség! Radar? És ki az ott vele? Ó, ó, ne! Sürgősségi szolgálat, melyik osztályt kapcsolja? Ó, hát tűzoltó szemet kérem! Ó, Elvis, már megint. Elvis, kelj fel! Oh, hogy? Tessék? Sam, te vagy az? Ég a ház? Nem, elkéstél a munkából, megint. Ó, oh, ne! Hú! Sarah, miért nem lehet ilyen jót játszani? James, gyere ide! No hát! Biztos ide sodorta az ár. Oh, vajon mi lehet benne? Ez az egyik láda. Most mi a baj? Azt hittem, te is egy kis kalandra vágysz. Szerinted mi lehetnék ettől is izgalmasabb? Vajon hová mehetett, fiúk? Bármi is van benne, nagyon nehéz. Lehet, hogy tele van babkonzervvel. Ó, oh, vagy aranyrudakkal, vagy zongorával. Hát, csak egyféleképpen deríthetjük ki. Csak óvatosan, Mandy. Tessék, hiszen ez a mi kincsünk, James. Mi találtuk? Igen, igazad van. Tényleg mi találtuk, ezért mi is nyitjuk ki. Siess már, Elvis. Bocs, Sam. Nagyon úgy tűnik, hogy nem megy nekem ez a felkelés. Szerencse, hogy ilyen csendes napunk van. Várj, tudom már. Te húzod az egyik oldalról, én meg húzom a másikról. Remek ötlet. Kész vagy? Húzd! Jaj, mi az? Jól vagy? Igen. Azt mondtam, húzd, nem hogy told. A lábam beszorult. Jaj, ne! Nem fog menni! Meg sem moccan! Segítség! 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 James! Segítség! Segítség! Ó, ne! Hogy? Téves riasztás! Megállni, fiúk! És nők! Téves riasztás, nincs tűz! Ismétlen megállni, fiú! Téves riasztás volt, Elvis. Visszafordulhatunk. Ott a tűz! Hívom is Szemet, és szólok neki.
Halló? Halló, Sam! Megtaláltam a tűzfészkét, siessetek! Már is indulunk. Tájékoztasd a tűzoltó parancsnokot. Jaj, ne! Anya! Trevor! Tűz van! Erdőtűz! Hívjátok vissza tűzoltó szemet azonnal! Norman Price, mit mondtam az előbb az ijesztő történetek kitalálásáról? Nem! Ezt most nem találom ki, mert igaz! Nézzétek csak meg! Ó, Istenem, jaj nekem! Nem lett volna szabad őrizetlenül hagyni a tábortűzet! Tom Thomas hívja szemet! Úton vagyok, ti hol jártok? Most érkezünk, Tom! Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! A tűz túl messze van az úttól, a tömlők nem érnek el idáig. Ne aggódj, Sam! Teletöltöttem a víztartályokat! Segítek innen fentről! Tetszik ez a lemezlapát? Sajnálom, Sam. Tudnom kellett volna, hogy a tábortüzet nem hagyjuk őrizetlenül, hisz kis cserkész voltam. Tudom, Trevor, de néha a cserkészekkel is történnek balesetek. Istenkém, biztos, hogy nem esik baj, ha egyedül sátorozik a szabad ég alatt? Biztos, Dilis. Nem lesz baj. A piros veszélyt jelez. Valami nincs rendben. Remélem, Sam érteni fogja. Anya, csipesz megszökik! Nem veszi fel. Jobb lesz, ha felhívom a sürgősségit. Bromwyn bajba került! Hívom is a hegyi mentőket! Semmi vész, Mike. Vagyis, uram, megkeresem őket. Csipesz! Te meg hogy kerültél ide? Csipesz! Gyere vissza! Attól tartok, itt nem tudok leszállni. Muszáj felemelkednem! Sam! Úgy éreztem, szükség lehet itt rám. Mi történt? Oh, a lábam! Hívom Helen nővért. Miért nem veszi fel ma senki a telefonját? Ha-ho! Csipesz vezetett ide. Csipesz! Okos kiskutya! Nem lesz semmi baj, de most be kell szállítanunk a kórházba, hogy megröngenezzék a lábam. Tom! Szükségünk lesz egy hordágyra ide lent. Már ereztem is, Sam! Sam bácsi, majd vigyázz rád, kicsim. A kórházban találkozunk. Ha! Jó nagy hűhót csaptatok! És még csak el sem tört a lábad. A zúzódás is elég súlyos, James. Sam! Hogyan hálálhatnám meg? És ha Elvis nem énekli ezt a dalt, mi körmöspálcás szikláin ragadtunk volna. Szín, hogyha vész van, hát csak is a piros. Ha baj vagyunk, hát tudd meg, a szín a piros. A télapóma szépen leütötte a levegőt, igaz, Sam? Miért nem csinálja azt, amit én, uram? Ha a mozgásban marad, majd felmelegszik.
Nem mindenkinek van annyi égetni való energiája, mint neked. Persze, márságszem, lehet, hogy néhány évvel idősebb vagyok maguknál, de azért maradnék bennem bőven spiritus. De én nem akartam személyeskedni, uram, úgy értettem, hogy... Ne magyarázkodjon itt nekem, szem! Csak annyit mondtam, hogy mag egészséges vagyok. Ha-hó! Úgy tűnik, csak ketten vagyunk, Barikám. Ami azt jelenti, még nagyobb lesz a meglepetés. Tudom, hogy régi, de eddig még nem volt vele problémánk. Ne aggódjon, Bronwyn. Egy-kettőre megjavítom, hogy működjön, vagy ne legyen a neve Mike Dobverő Flood többé. Ó, jaj, ne. Szia, Sara! Mit játszol? Már nagyon régen nem láttalak a babáiddal játszani. Nem is babákkal játszom, babysitter vagyok. Sara! Honnan van ez a kisbaba? Nem vagy te még túl kicsi ahhoz, hogy vigyázz egy... Érdekesen néz ki ez a baba? Tudom. Úgy hívják Barika. Ó, Sara! Vicces vagy! Tessék, nyitva van! Steel tűzoltó parancsnok! Uram, maga reggel óta fut? Jól látja, Penny. Lehet, hogy nem nézi ki belőlem, de olyan fit vagyok, mint egy fele ennyi idős férfi. Elhiszem, uram. Ebben biztos vagyok. Én csak egy baleseti jegyzőkönyvért jöttem. Vigye csak, Penny! Köszönöm, uram. A csodába. Jöjjön vissza mi hamarabb, Trevor. Jövök, Dilis. Amint kifogyok otthon az élelmiszerből, találkozunk. Ó, egy kisbaba. Imádom a kisbabákat. Annyira édesek ezek a picikék. Ó, a csodába. Jézus! Szép kis göndör fürtjei vannak. Szedd a lábad és vidd be valahova szegény kicsikét a hidegből, mielőtt esni kezd. Szegény gyerek, olyan az arca, mint egy házi állatnak. Jöjjön be az eső elől! Imádom a rókákat! Hé, hey, róka, el innen! Takarodj! Ah, Charlie! Meg akartam szelídíteni! Tudhattam volna. Te járkálsz a földszinten, Norman? Nem, nem én! Farkas! Anya! Csak semmi pánik, fiam! Felhívom tűzoltószemet! Norman! Add ide a kagylót! Nem tudom, anya! Különben félfal! Akkor kapcsold be a tűzriasztót! Bár nincs tűz, vészhelyzet van! Törd be az üveget! Mégis hogyan? Nem tudom! Dobj oda valamit! Ha itt lenne a labdám, oda rúgnám! Akkor vidd! Ott van a pult alatt! Jaj! Hát jó, megpróbálom, de csak egyetlen esélyem van. Ez már megint Dilis élelmiszerboltja. Újabb téves riasztás, ez egész biztos. Norman Price túllő a célon. Anya, Sam nem fog már kijönni. Azt hiszi, megint tévesen riasztunk, és ez a farkas fel fog falni, mint a fiút abban a történetben. Engem is, fiam. Annyira sajnálom, anya. Az egész az én hibám. Én kapcsoltam be a riasztót, hogy visszakapjam a labdámat. Ó, Norman. Ha? Oh, ez Sam lesz. Sam az! Vigyázz, mert leesünk!
Norman Price, ami sok, az sok. Mit keresnek ott fenn? Farkas a boltban! Nézze! Ha? Ott a pult mögött! Egy szóra! Ez most nem vaklárma! Ah. Ez nem farkas, hanem róka. És látszólag megsérült. Ó, szegényke. Hozd a fogót, Elvis! Jaj, Sam! Úgy megijedtem! Azt hittem, nem is jönnek már ki. Minden egyes vészhívásra kimegyünk, Norman. Még akkor is, ha téves riasztásnak gondoljuk. Ne félj, haver! Nem akarunk bántani. A buszdúdája pontítszól itt. Gyapjas! Szaladj le az útra azonnal! Mindenki kapaszkodjon! Gyerünk, gyerekek! Kiszállás hátul! Menjetek, és csak nyugalom! Hú! Na, ezt hívják szép kilátásnak. Mindenki jól van? Azt hiszem. Remek. Akkor most visszamegyek az útra, és viszlek tovább benneteket az iskolába. Trevor bácsi, nézze! Ne! Te nem is vagy beteg! Segítségre van szükség! Miért nem hívjuk fel tűzoltó szemet? Hívnám, de a mobiltelefont a buszon hagytam. Bízzátok csak rám! Láttam, hogy Mike telefonja a szerszámos ládájában van. Trevor Evans busza a szikla szélén áll, és éppen lezuhanni készül. Ajajaj! A sziklákhoz! Trevor Evans busza a szikla széléről készül lezuhanni! Nincs vesztegetni való idő! Körmöspálcási tűzoltóság hívja hegyi mentőket. Szükség lesz a segítségedre, Tom! Igen, tényleg nagyon rossz helyen van, Sam, de a szikla széle meglehetősen stabilnak tűnik. Rendben, Tom, mindjárt ott vagyunk. Ó, tűzoltó Sam! Maradt valaki a buszon? Senki, mindenki jól van, csak a szegény busz került bajba. És Norman. Értem. Cselekedjünk! Elvis, akaszd be a kötelet! Mindenki álljon hátra! Lassan a testtel! Siessem! A szikla omlani kezdett! Igyekszem, Tom! Ott van, Sam! Sam! Segítség! Segítség! Nem hallja! Pam, ha bajba jutsz, hát tudd meg, a szín a piros. Ó, ott van Bromin. Azt hiszi, hogy csak köszönök. Muszáj szólni neki, hogy bajba kerültünk. Nem akarom elhinni, hogy otthon hagytam a mobilt. A szín, hogyha vész van. A piros. Nagyszerű! Segítség! Segítség! Ha bajba jutsz, hát tudd meg, a szín a piros. A piros veszélyt jelez. Valami nincs rendben. Remélem, Sam érteni fogja. Anya, csipesz megszökik! Nem veszi fel. Jobb lesz, ha felhívom a sürgősségét. Hú, ne!
Bromwyn bajba került, hívom is a hegyi mentőket. Semmi vész, Mike. Vagyis uram, megkeresem őket. Hogy kerültél ide? Csipesz, gyere vissza! Attól tartok, itt nem tudok leszállni. Muszáj felemelkednem! Sam! Úgy éreztem, szükség lehet itt rám. Mi történt? Oh, a lábam! Hívom Helen nővért. Miért nem veszi fel ma senki a telefonját? Ha-ho! Csipesz vezetett ide. Csipesz! Okos kiskutya! Nem lesz semmi baj, de most be kell szállítanunk a kórházba, hogy megröngenezzék a lábam. Tom! Szükségünk lesz egy hordágyra ide lent. Már ereztem is, Sam. Sam bácsi, majd vigyázz rá, kicsi. A kórházban találkozunk. Ne aggódj, baba! Egy-kettőre kiszabadítunk onnan! Vésüljük át a partot is! Várjon csak! Jaj, ne! Nézze a kiképző tornyot! Norman az! Segítség! Tom Thomas hívja Jupitert! Nézd fel a torony tetejére, Sam! Norman Price az! Mi az ördögöt csinálod fenn? Elvis! Tartsd féken a tüzet! Penny, támaszd ki Jupitert és emeld fel a létrát! Semmi pánik, Norman! Sam már is a megmentésedre siet! Na mit mondtam? Éreztem, hogy Norman veszélyben van! Gyorsan, Sam! Szabadítson ki innen! Leesett a kekszem! Juhú! Egy bújócska verseny megnyerése szerinted fontosabb a saját biztonságodnál, Norman Price? Nem, Steel tűzoltó parancsnok. Gondolkodnunk kellett volna, mielőtt elbújunk. De most már hivatalosan is én vagyok a legjobb a bujócskában. Én azt javaslom, otthon bujócskázz egy darabig, rendben? Így van. Meg is ünnepelheted a hideg rántott halfilével, amit 2 órája kellett volna megenned. Rendben, anya. Mi a baj, Elvis? Igen, remek munkát végeztünk. Szegény baba, nem élte túl. Valójában nem Norman volt az egyetlen, akit kiszabadítottam a torony magas pokolból. Fordulj csak meg! Baba! Te élsz! Oh-ho! Te tényleg egy hétköznapi hős vagy, Sam! Hisz erre képeztek ki, Elvis? Erre képeztek ki? Kikér egy kis jeges teját? Ez jó lesne. Milyen jó ötlet? Valójában Sam ötlete volt. Ő az agy, én csak a kivitelező. Frissítő zuhany, Elvis? Engem meglehetősen meglep, hogy nem hívták a tűzoltóságot még olyan sokszor ebben a rekkenő hőségben, Sam. A nap borzasztó erősen süt. Ebben egyetértek. Így jó lesz. Már majdnem kész, és még csak nem is lett ragasztós a kezem. Jól! Ne! Anya! Anya! Anya!
Hülye ragasztó! Anya! Ez az! Ó, ez meg honnan esett ide? Az Norman szobája. Jobb, ha hívok segítséget. Tűz Dillis boltja fölött. Tűz ütött ki Dillis élelmiszer boltja fölött. Mindenki álljon készenlétben. Megint segíteni egy kicsit? Érdekes szirénázó hang jön ki most ebből az izéből. Ne haragudjon, Dillis! De el kell hagynia az épületet arra az esetre, ha a tűz terjedni kezdene. Tűz? Milyen tűz? Norman, hagyd el a szobádat, de azonnal! Képtelen vagyok, Sam! Hozzáragadtam az ajtóhoz! Vagy úgy? Értem. Segítünk! Penny, hozz egy csavarhúzót! Le kell szerelnünk a kilincset! Már is hozom! A csavar tiszta rózsda szem, meg sem mozdul. Akkor vedd le az egész ajtót. Na szóval jól figyeljenek, fiúk. És hölgyek, képzeljék el, hogy ez egy füstölgő biztosítékszekrény. Szem, kölcsön kérhetni ma? Ne most, Norman. Épp oktatáson veszünk részt. Kihívják magukat a katasztrófa helyszínére. Mit tennének? Én tudom. Kinyitnám a dobozt, és eloltanám a tüzet, uram. Rendben, nézzük meg, mi történne. Nagyobb baj lett belőle. Igen, Normannek igaza van. A levegő csak tovább szítja a tüzet, mikor kinyitjuk a szekrényt, levegő áramlik be. Érti, Elvis? Soha többé. Sam, kölcsön kérhetném a távcsövét. Az enyémet elvesztettem, és ma délután Trevor elvisz minket a hegyekbe vándorsólymot keresni. Rendben, Norman, de csak ha nagyon vigyázol rá. Tudtátok, hogy a vándorsólyom több mint 360 km/h sebességgel is tud repülni? Nem! Na hát! Tényleg? Ez így nem teljesen igaz. A legnagyobb mért sebesség pontosan csak 292 km/h volt. És hogy néz ki egy vándorsólyom? Nos, a felső tollai sötét szürke színűek és... Egy vándorsólyom! Mocsi, téves riasztás. Norman! Na most meg elakadtunk. Beragadtunk a sárba! Ne pörgesse a motor! Egyszer apa is ugyanezt csinálta, de tovább süppettünk, végül haza kellett húzni a kocsit. Kösz, Mandy, de tudom, hogy kell vezetni. Elakadtunk. Az egész a te hibád, Norman. Ez nem igaz! A motor túráztatása miatt történt. Nézzétek, ott jön Tom! Tom! Segíthetek? Nem fontos, majd megoldom. Tom, segítsen kérem, különben soha nem fogunk látni vándorsólymot. Néhány percnél nem tart tovább. Mike! Jaj, ne! Vigyi
fel a dombra! Annyira jó móka lesz! Hoztam neked egy kis... Bábú! 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 Hol vagy? Felkészülni? Vigyázz! Rajt! Látjátok? Teljesen biztonságos. Most én jövök. Hisz neki ütközött a falnak, Norman. Csak mert a bábú nem tudja megállítani. Ne haragudj, Trevor. Pedig kiékeltem a kerekeit reggel. Fogalmam sincs, hol tűnhettek azok a faékek. Felkészülni? Vigyázz! Raj! Norman Price autóversenyző átveszi a vezetést! Norman! Vigyázz a falnál! Norman! Használd a féket! Milyen féket? Dilis, hol van Norman? Nos, inkább gördeszkázni ment. De nézd, mit készített nekem anyák napjára. Az meg mi? Szerintem ez egyszerűen csak egy fadarabba kalapált műanyag kupak. James, ne szemtelenkedj! Ez egy gyertyatartó. Remélem nem baj, ha használatba is veszem. Nem, Dilis, persze, hogy nem, egyáltalán nem. Az anyák napja ostobaság. Az összes barátom az anyukájával tölti az egész napot, a gördeszkázás pedig dögunalmas egyedül. Köszönöm, hogy meghívott, Trevor. Nagyon kedves öntől. Gyertyafényes vacsora. Hoppa! Bocsi! Dilis, vigyázzon! Csak semmi pánik, nyugalom. Szépen vonuljunk ki mind az étteremből. Tűz a csupa hal kávézóban. Tűz a csupa hal kávézóban, szapor el, fiú! Ezúttal nem téves riasztásról van szó, Sam, maga a Charlie telefonál be! Vajon hol ütött ki tűz? Penny, Elvis, hozzátok a tömlőket! Én addig leellenőrzöm, nem maradt-e bent valaki. Rendben, Sam! Anya! Anya! Norman, maradj itt! De anya ott van bent, látja? Anyukád már rég ott van, Norman. Norman! Jaj, anya! Annyira megijedtem. Azt hittem, veszélyben vagy. Ó, Norman! Akkor te mégis törődsz velem. Persze, hogy törődök. Te vagy az anyukám. Nem jó irányba megyünk. Ez a hely egyáltalán nem ismerős. Nézd csak rám!
sokkal jobb a tájékozódó képességem, mint a tiéd. Most teljesen mindegy, miben melyikünk a jobb vagy a legjobb. Eltévedtünk. Igen, igazad van. De hogy találhatnánk vissza az útra? Nos, keresünk olyan dolgokat, amiket idefele láttunk, és kövessük azokat. Például azt a nagy követ kezdésnek. Bronwyn, az ikreknek maradt nálad bármi holmi, ahogy radar szagmintát vehessen? Csak az esőkabátjuk. Ha. Tessék, radar, szagol, csak szagol. Gyerünk, radar, muszáj! Meg kell találnunk James-t és Sarah-t. Jó kutya! És a helikopter! Tom! Hú! Ez az a kő, amit idefelé találtál. És ott van a kút! Megtaláltuk az utat! Kutyaugatást hallok! Sam! Annyira aggódtam, hogy belétek csapott a villám. Ne haragudj, hogy így lemaradtunk, anya. Nem láttuk, merre mentél. Mert annyira el voltatok foglalva a versengéssel. Ez az oka. De összedolgoztunk, hogy megtaláljuk az erdőből kivezető utat. Sam pedig segített. Ahogy radar is, ezt ne feledd. Na mit szóltok? Nem is ugrált. Meggyógyult. Tudtam, hogy elég bátor ahhoz, hogy tűzoltó kutya legyen. Hoztam neked egy szuvenírt, Sam. Pontosabban ketten hoztuk. Ezt már szeretem hallani. Nincs több versengés. Fogadok. Én jobban kibírom, hogy ne versengjek veled mindig. Nem. Én bírom jobban. Csak vicceltünk. Ez a feszítővágó klassz találmány, Sam. Remélem, egy nap igazi veszélyben is ki tudom majd próbálni, hogy szuperál. Nos, ha a legközelebb szükség lesz rá, ígérem, átadom a lehetőséget, Elvis. Jól jön az majd, mikor legközelebb odaégeted a vasárnapi sültet. Oh, ne! Kioltotta le a villanyt! Jaj, beragadtam! Segítség kell! Sürgősségi szolgálat, melyik osztályt kapcsolhatom? Ne aggódj, Mike! Itt a segítség! Ripsrops, kiszabadítunk innen! Elvis, várj még! Mégis mit csinálsz? Azt ígérted, majd használhatom a feszítővágót, ha szükséges. De most nem szükséges. Annyi a teendőnk, hogy arrébb rakjuk ezeket a léceket, és kinyitjuk az ajtót. Köszönöm! Kezdtem azt hinni, hogy sosem szabadulok ki. Az az enyém! Most én viszem a szerencsevődröt! Én fogtam meg előbb! Utoljára is te vitted, ez nem igazságos! Ugyan már, gyerekek, minden vödör pontosan ugyanolyan. Apa! Nem! Mindig az gyűjti a legtöbbet, akinél a szerencsevödör van! Hogy hozhat egy műanyag vödör szerencsét?
Sok minden hozhat szerencsét, Charlie, mint ez a szerencsekő is. Lehet, hogy nekem kéne vinni azt a szerencsevödröt, hogy ne legyen rajta vita. Rendben, Norman, remek ötlet. Apa! Miért? Norman még sosem próbált szerencsevödörrel kagylót szedni. Fogadok, hogy több kagylót gyűjtök, mint Sarah és James összesen. Na hát, bármi is az, nagy lehet. Lehet, hogy értékes érmék. De hova is tettem az ásót? Ó, nem tetszik ez a hang. Ó, ne! Segítség! 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 Diadalmas ebéd volt ez, Bronwyn. Megyek és megkeresem James-t és a fémdetektort. Viszontlátásra, Steel tűzoltó parancsnok. Ilyen így csíklandó ebéd után ebben biztos lehet. Biztos vagy ebben, Elvis? Abszolút. A persejem tele van érmékkel. Steel tűzoltó parancsnok azt hiszi majd, hogy megütötte a főnyereményt, mikor kiássa a földből. De hiszen ezek nem régi érmék. Nem, de értékesek, hiszen Elvis érméiről van szó. Hol van ez a kis haszontalan? Hogy? James! James! Merre vagy? Erre! Segítség! James, te... te beszorultál a kövek mögé? Igen, szabadítson ki! Hó, most maradj nyugton, James! Fel kell hívnom tűzoltó szemet, segítségre van szükségünk! Egy kőomlás alá szorult James Jones aparton. Steel tűzoltó parancsnok már a helyszínen van. James Jones leomlott kövek közé szorult a parton. Radart is vigyük magunkkal, Penny. Bromit is felhívom. Ez jó helynek tűnik, hogy elássam az érméket. Steel tűzoltó parancsnok itt biztos könnyen rátalál majd. Nocsak, ez Jupiter hangja. Megnézem, mi a helyzet. Itt vagyok, Sam. James, itt van valahol. Az összes fűszer táncol vele. Triglinton, hogy megy ma a vacsora főzés? Remélem, nem égett le. Most raktam fel a gulyást a gázra. Egy óra is elkészül. Kiváló! A tűz megelőzésben könnyen megéhezik az ember. A csodába! Steel tűzoltó parancsnok! Norman Price, állj meg, te csirkefogó! Nem is olyan rossz repülő ez. Norman! Sam? Hogy haladsz a papírrepülőiddel? Szörnyen! Egy lélek sincs körmös pálcáson, aki szeretné a papírrepülőket. A rockerről öltök itt! Hol a telefon? A szám! Tűz van! A tűzoltósághoz! Tűz a tűzoltóság konyhájában!
tűzütött ki a konyhában! Tűz a tűzoltóság konyhájában? Ó, a csodába! Zárd el a gázvezetéket, Elvis! Gázvezeték elzárva! Elvis Kriglinton, mindig tartunk egy poroltót közvetlenül a vízkiárat mellett. Elnézést, uram, teljesen berezeltem. Mi lett a gulyásomból? Ó, oh. Kissé túlfőzted a vacsorát, Elvis, de rá se ráncs. A tűzoltók általában eloltják a tüzet, Kriglinton, és nem szítják, főleg nem a tűz megelőzés napján. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Van itt valami, amiből következtetni lehet. Aha! Ez a papírrepülő talán elárulja, ki is a valódi tettes. Á, tényleg. Ez egy levél. Egy név is áll rajta. Kedves Steel tűzoltó parancsnok. Steel tűzoltó parancsnok? Maga volt az? Nem, még mit nem. Norman volt az. Norman Price. Sajnálom. Baleset volt. Oh, hála Istennek! Micsoda megkönnyebbülés! Sam! Nem tudom megköszönni eléggé. Szegény oroszlán szörnyen megijedt. Ha oroszlán félne, valószínűleg nem mászkálna fel a tetőre folyton. Szegénykém! Mindig elfelejti, milyen magasan van. Megállni! Várjanak! Lemaradtam valamiről? Szeretnék valami izgalmasat felvenni az új kamerámmal. Ma nem történt semmi izgalmas, Mandy. Csak oroszlánt hoztam le a háztetőről. Már megint? Az is megteszi. Vissza lehetne rakni oroszlánt a tetőre? Nem hiszem, Mandy. De szeretném lefilmezni. Nem! Szegény oroszlán! Szia, Mandy! Norman! Mi az? Szerepelni szeretnék a filmedben. Hé, tudod mit? Készítsünk együtt egy igazi filmet! Aztán Sam bátyát felmászott és megmentette oroszlánt. Sam a mi hősünk, igaz oroszlán. A tűzoltók bátrak. És mi van a halászokkal? A halászok is bátrak. Jaj, persze, hogy az vagy. Igen, apa! Te vagy a mi hősünk! Igen, akkor azt hiszem indulok is dolgozni, és fogok néhány halat. No! Sarah! James! Hé, ti ketten! Sarah! Figyeljetek! Akartok filmben szerepelni? Hívja Charlie halászt! Semmi pánik! Jövök is! Mindent kézben tartok! Én miért nem lehetek hős? Mert én vagyok a film főszereplője. Én találtam ki először. Charlie, minden rendben? Hogy nincs, vagyis igen, indulok is. Isten áldjon! Ki is találtam, mi lesz a jelmezem. Várjatok itt lent, mindjárt visszajövök. Te vagy az, Norman? Én tusolok. Bocs, anya! Tadám! Mi akar ez lenni? A jelmezem. Szuperhős vagyok! Hová lesz a zuhanyfüggöny? Éles hang szól, baj van ám. Tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem. Len a mélyben vagy hegyen. Adj helyet, itt jön szem. A tűzoltó, az okos bátor szem.